Írta és rendezte Andrej Tarkovsky. Fényképezte Sven Nykvist. Magyar hangok. Fodor Tamás. Béres Ilona. Velencei István. Varga Mária. Helyei László. Prókai Anna Mária. Tóth Augusta. Jakab Csaba. Előd Botond. Komlós András. Magyar szöveg Kertész Judit, hangmérnök Királybíró Sarolta, rendezőasszisztens Orosz Ildikó, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Lengyel László. A szinkron az MTM Kommunikáció megbízásából a Videovox Stúdió Kft.-ben készült.
Gyere, fiam, segíts már nekem egy kicsit. Egyszer, régen, nagyon régen, élt egy öreg szerzetes egy öreg kolostorban. Pánve volt a neve. Egyszer elültetett egy kiszáradt fát a hegyoldalban, épp úgy, mint én. És azt mondta a tanítványának, egy fiatal szerzetesnek, akit Iván Kolovnak hívtak, hogy öntözze azt a kiszáradt fát minden áldott nap, amíg ki nem hajt újra. Tedd csak oda azt a követ. És ettől kezdve minden nap korán reggel megtöltött Iván vízzel egy edényt, és útnak indult. Felment a hegyoldalba, és megöntözte a kiszáradt fát. Este, amikor már besötétedett, visszatért a kolostorba. Így ment ez 3 éven át minden áldott nap. Aztán egy szép napon, amikor felért a hegyre, azt látta, hogy a fa tel is tele volt rügyekkel. Mondjon akárki, amit akar, a módszeresség mégiscsak nagyszerű dolog. Tudod, fiam, néha azt mondom magamban, ha az ember minden nap, pontosan ugyanabban az időben, mindig ugyanazt a dolgot csinálná, mint egy szertartást, változatlanul, rendszeresen, a napnak pontosan ugyanabban az órájában, egészen más lenne a világ. Valami feltétlenül megváltozna, ez nem is kétséges. Mondjuk például, hogy minden áldott reggel pontosan 5-kor felkelne, kimenne a fürdőszobába, kinyitná a csapot, megtöltene egy poharat vízzel, aztán beleöntené a vécébe. Csak ennyit. Ma nem szabadul tőlem, Alexander. Szép, nem? Mint egy japán fa. Egy ikebana. Eljövök este szerencsét kívánni a születésnapjára. Nagyon megtisztelő, hogy meghívott. Tessék, ez az utolsó. Bezárt a posta. Akinek ezt eljut eszébe, valami vár holnapig. Úgy is van. Nincs nálam a szemüveg, megkérném, hogy olvassa fel nekem. Drága barátom, minden jót kívánok születésnapodra, stopp! Ölel 3. Richard. Üdvözlet a jó Miskin hercegnek! Adjon Isten néked örömet, egészséget és nyugalmat, stopp! Még mindig hű és szerető Richardianus és félkegyelmű híveid. Hát, ez megható. Jó kis tréfa. Tréfás barátai vannak. Félkegyelmű híveit? Nem is rossz, igaz? Adjon Isten örömet! Majd csak, milyen viszonyban áll a jó Istennel? Ez sajnos semmilyenben. Miért kérdezi? Á, csak úgy. Lehetne rosszabb is. Maga ugye híres újságíró, színház és irodalom kritikus. Esztétikát ad elő az egyetemen. Hol van a lasszód? Hozz csak ide. Eszéket is ír. Mégis folyton folyvás bánatos. Hát mi csináljak, ha ilyen bánatos vagyok? Nem kellene annyit szomorkodnia. Nem kellene annyit vágyakoznia. Nem kellene örökké várnia valamit. Ez a legfontosabb. Nem kell várni semmit. Ne várjak semmit. És ki mondta, hogy várok valamit? Mindannyian várunk valamit. Mindannyian. Itt vagyok például én. Egész életem azzal telt el, hogy vártam valamit. Szinte egész életemben úgy éreztem, mintha egy vasútállomáson várakoznék. Mindig úgy éreztem, mintha az egész eddigi életem nem is lett volna igazi élet, hanem egy hosszú várakozás.
várakozás valamire, ami az igazi élet. Maga hogy áll ezzel? Valahogy én is ilyes formán. De nem hittem volna, hogy magát ilyen dolgok foglalkoztatják. De, sajnos nagyon is. Néha egészen furcsa dolgok járnak a fejemben. Elhiheti nekem. Például, mint az a törpe, az a híres törpe, na. Milyen törpe? Ebből nem sokat értek. Az az igazság. Tudja azt maga? Az a pupos törpe, amelyikről Nietzsche is beszél. Amelyiktől Zarathustra elájult. Elájult? Miről beszél tulajdonképpen? Ismeri Nietzsche-t? Hát személyesen nem. Nem is tanulmányoztam annyira behatóan. De érdekel. Ez tagadhatatlan. És? Hát igen, néha nagyon ostoba dolgok járnak a fejemben, mint az az örök körforgás. Élünk hol jobban, hol rosszabbul. Reménykedünk. Várunk valamire. Reménykedünk, elvesztjük a reményt, egyre jobban közelítünk a halálhoz, a végén meghalunk, ugye? Aztán újra megszületünk, és nem emlékszünk semmire előző életünkről. És kezdődik minden előről. Előről. Nem egészen úgy, ugyanúgy, egy egészen kicsikét másképp. Mégis ugyanolyan reménytelen. És nem tudjuk miért. Igen. Egyébként mégse. Pontosan ugyanolyan. Szó szerint ugyanolyan. A következő előadás. Úgy is mondhatnánk. Mellesleg, ha rajtam állna, azt hiszem, mi mindent ugyanúgy csinálnék. Hát nem furcsa, most mondja meg. Nincs ebben semmi furcsa és semmi új. Nehogy azt így, hogy kitalált valami újra. Azt hiszi, hogy az ember rátalálhat még egy konstrukcióra, egy egyetemes konstrukcióra. Alkothat egy modellt, amely abszolút törvényeken, abszolút igazságon nyugszik. Ez olyan lenne, mintha egy új univerzumot teremtene. Ahhoz demiurgosszá kellene válni. Maga hisz abban a törpében, meg az örök körforgásban? Igen. Olykor hiszek benne. Tudja, ha igazán hiszek valamiben, az úgy is lesz. Hit, hogy megadatott. És megadatik néked. Na de most már megyek, mert még valami ajándékról is kell gondoskodnom estére. Ne, nem szükséges. Mondhatom, ez aztán a születésnap, csak az, úgy ezen lettek a táviratok. Au revoir! Mi? Mit mocsogsz? Kezdetben vala az ige. Te meg csak hallgatsz, mint egy hal. Mint egy sült hal. Na, látod, most meg eltévedtünk. Úgy, mint az emberiség, az is rossz útra tévedt, veszélyes útra. Na, gyere! Te nehéz vagy. Tudod, néha az a benyomásod. Jó? Az emberiség igen. Nagyon rossz útra. Miért? Az sokat dolgozik. Az baj, hogy eltávolodtak a természettől, és még mindig nem látják be, hogy ez milyen veszélyes. Nem tetszenek nekem ezek a monozók. Sokan sem hallgatnak az okosokra, mindig csak a rossz tanácsok. Alexander! Á, doktor, jövünk. Látom, nem ahhoz öltöztél, hogy ilyen afrikai dzsungelben sétálj. Nagy vállalkozás, nekem elhihetett. Szervusztok! Húsz is ne hozott. Isten éltesse. Köszönöm. Hát te fiatal ember, hogy vagy? Nem esik nehezedre a némaság?
Bizony nehéz lehet, de muszáj. Néha hasznos is lehet. A társas élet sokszor nehéz nyűg az emberen. Nem mindenki tudja elviselni. Az én bátor fiacskám. A miénk nem a tiéd. Szépen gargalizál, és magától megy lefeküdni. Gargalizál, az semmi. Milyen bátran viselkedett az operáció alatt. Az már valami. Úgy viselkedett, mint egy igazi férfi. Tehát csak ki szépen a szádat, hadd nézzek bele. Nagyon szép. Ha ilyen szépen gyógyulsz, egy hét múlva beszélni fogsz. Apropó, tudtátok, hogy Gandhi a hét egy napján nem beszélt egy szót sem senkivel? Sok éven át. Szigorúan betartotta. Miért? Talán azért, mert nagyon unta már az embereket. Menjünk, sétáljunk egy kicsit. Ott hagytad miattam a betegeidet. És ez az elegancia. Egy ilyen napon meg kell felelnünk az elvárásoknak. Az ajándék a csomagtartóban van. Még egy ajándék. Ne menjünk még haza. De itt az ideje, hogy hazamenjünk. Ti menjetek kocsival, mi majd öcsével haza sétálunk, igazán van, öcskös? Jó. De ne gyertek nagyon későn. Hallod, öcsi? Na, fiatal ember. Siessetek haza. Elmeséltem már neked, hogyan találtunk erre a helyre édesanyáddal? Egyszer régen errefelé utazgattunk, de akkor még gondolatban sem léteztél. Igen. Amikor először voltunk itt, még térkép sem volt nálunk, otthon felejtettük. És kifogyott a benzin a kocsiból. Valahol itt a közelben megálltunk és gyalogmentünk tovább. Alaposan eltévedtünk. Aztán elkezdett esni a hideg undok eső. Elértünk addig a kanyarig, ahol az a száraz fenyő áll, tudod, amikor hirtelen kisütött a nap. Elállt az eső, és csodálatos fényben húzott minden. Akkor láttuk meg a házat. Elszomorított, hogy miért nem én és az édesanyád élünk ebben a házban, itt a fenyők alatt, közel a tengerhez. Olyan gyönyörű volt. Tudtam, ha itt élnénk, halálomig boldog lennék. Mi az? Mi van? Ó, ne félj, kisfiam, halál nem létezik. Csak a halálfélelem, az a szörnyű halálfélelem. Sokszor olyasmit tesz miatt az ember, amit nem kellene. Milyen más is lenne a világ, ha az emberek nem félnének annyira haláltól. Mi? Mint ha valami másról beszéltem volna, nem? Ja, igen. Hát, szóval édesanyád és én egészen el voltunk bűvölve attól, hogy milyen szép is ez a hely. Nem tudtunk elszakadni tőle. Ez a nyugalom, ez a csend. Egészen nyilvánvaló volt számunkra, hogy ez a ház nekünk teremtetett. Ráadásul eladó volt, hát nem fantasztikus. Te már itt születtél. Tetszik neked a ház? Tetszik a ház, kisfiam? Az ember örökösen védekezik valami ellen, mások ellen, a természet ellen, és közben egyfolytában rombolja a természetet maga körül. Bizony, ez a mi civilizációnk főképp erőszakra, hatalomra és függőségre épült. Az úgynevezett technikai fejlődés, amire olyan büszkék vagyunk, csak kényelmet hozott. Magasabb életszínvonalat, de főleg a hatalom megőrzésére alkalmas eszközöket. Vadak vagyunk, vadak. A mikroszkópot is furkósbotnak használjuk. Nem, rosszul mondom. A vadakban több a szellem, mint bennünk. Mielőtt megszületik egy tudományos vívmány, azonnal a gonosz szolgálatába állítjuk. Ami meg az életszínvonalat illeti, valaha egy bölcs ember azt mondta, hogy a bűn mindaz, ami szükségtelen. Ha ez így igaz, akkor civilizáción kezdettől fogva a bűnre épül. Az eredmény a rettenetes diszharmónia, az egyensúly hiánya anyagi és szellemi fejlődésünk között. Egész kultúránk elhibázott. Bizony, civilizációnk alapvetően elhibázott, fiacskám. De talán azt gondolod, hogy az emberek majd tanulmányozzák a problémát, és végül közösen keresnek egy megoldást. Hát igen, ez jó lenne, ha nem lenne már is késő. De késő.
Istenem, de belefáradtam ebbe a sok beszédbe. Szó, szó, szó. Ha. Most végre értem, mire gondolt Hamlet. Elege lett a szószátyárokból. Mint ahogy nekem is. De akkor minek beszélek annyit? Ha végre akadna valaki, aki nem csak beszél, hanem cselekedne is, legalább megkísérelni. Kölyök? Kisfiam? Fantasztikus. Mennyi kifinomultság. Mennyi bölcsesség és szellem. És gyermeki ártatlanság. Milyen mély. Mégis milyen szűzi. Igen. Hihetetlen. Olyan, mint egy imádság. És mindez elveszett. Már imádkozni se tudunk többé. Nagyon nehéz napom volt ma. Olyan volt valósággal, mintha elszabadult volna a pokol. Hát, köszönöm, Viktor. Csodálatos könyv. Köszönöm a bort, és majd megisszuk a vacsorához. És köszönöm, hogy eljöttél. Éreztél már olyat, hogy elrontottad az egész életedet? Nem, miért? Bár az igazat megvalva, régen én is éreztem ilyet. De amióta kölyök megszületett, megváltozott minden. Persze nem egy csapásra. Lassanként. Ahogy nevekedett. Nagyon ragaszkodom hozzá. Attól félek túlságosan is. De van valami, ami miatt sokat kesergek. Úgy indultam neki az életnek, hogy valami felsőbbrendű dolgot fogok csinálni. Filozófiát, vallástörténetet, esztétikát tanultam. És a végén rabláncot vettem magamra. Méghozzá teljesen önszántamból. Ugyanakkor néha boldog is vagyok. Mint például ma.
Mi történt ma? Kaptam egy táviratot a barátaimtól. Tréfából úgy írták alá, hogy Richardianus és félkegyelmű híveit. Ezekkel a barátaimmal játszottam valaha együtt, Shakespeare-t és Dostoyevskit. Emlékszem rá. De? Mire emlékszik? Hát az előadásokra. Na ne viccelj. De, igen. Emlékszem arra is, amikor elejtetted azt a vázát. Eltört. Emlékszem, hogy elfutott a könny a szemed. Nagyon jól emlékszem. A vázára is. Fehér volt. Kék virágokkal. Ez igaz. Tényleg emlékszik. Csak hogy a könnyek nem a zsenialitás jelei voltak, hanem valami belement a szemembe. Nagyon fájt. Azt hittem, ki se bírom az előadás végéig. Milyen csodálatos volt Alexander Mishkin herceg szerepében. Attól lettél az, aki vagy. Aztán hirtelen a bajtál mindent. A színházat, mindent. Mindent félredobtál a félkegyelmű és a harmadik Richard után. Nem értettem, miért. Mi az, hogy mindent? Ha? Azt mondtad, hogy mindent félredobtam. Mit értettél ezen? Hát a színházat. Mindent. A sikert arra gondolsz, ugye? De hát azért a színház meg nem minden. Nem tudtam már tovább elviselni. Miért? Mit nem tudtál elviselni? Hát... egyszer csak kezdtem magam zavarban érezni a színpadon. Szégyeltem, hogy valaki másnak az érzelmeit játszom el. De leginkább azt szégyeltem, hogy őszinte legyek a színpadon. Egy kritikus volt az első, aki észrevett valamit. De persze ez nem hirtelen történt. Tehát úgy gondolod, hogy a színész saját énje nem marad sértetlen? El kell veszítenie egyéniségét? Nem, nem egészen. A színész egyénisége feloldódik a szerepeiben. Én viszont nem akartam feloldódni. Valahogy úgy éreztem, hogy bűnös dolog ez a feloldódás. Nőies, gyenge dolog. Ha, nőies. Ez volt a baj. Nekem nagyon tetszett, hogy színész vagy. Ezért hagytad abba. Ezért. Nem tudom, lehet. Nem lehet, hanem biztos. Én mondom, hogy lehet. Mindig ellenkezned kell. Már megint kezdtem. Kérlek, ma ne. Ma van a születésnapja. Köszönöm szépen, Viktor, hogy megvédsz. Más szóval, először megszédített a színészetével, elcsalt Londonból, annyira oda volt értem. Nekem tetszett, hogy a nagy színész felesége lehetek, nem tudom, mi ebben a rossz. Ez teljesen természetes. Ez meg kicsoda. Tudod, Alexander, nem sokára elutazom. Hova? Itt hagyom ezt az egészet. Történt valami? Felajánlottak egy klinikát Ausztráliában. Elment az eszed. Majd később megbeszéljük. Otto az, a postás. Hozz valamit. Julia, itt az udvarlód. Jó estét! Isten éltesse! Köszönöm. Hát eljöttem, és még ajándékot is hoztam. Köszönöm, nagyon köszönöm. Mi lehet az? Segítem? Egyedül nem bírom. Európa térképe. A 17. század végéről. Eredeti?
Ugyan már hogy volna eredeti, biztosan másolat reprodukció. Dehogy, ez eredeti, nézze meg, tessék. Na ugye, de gyönyörű, vigyék be a házba. Segíts! Akkor viszont ez túl drága ajándék, ezt nem fogadhatom el. Ugyan, nem mondjon már ilyet. De ez drága ajándék Ottótól. Lehet, hogy magától nem nagy áldozat, de... Már hogy ne volna áldozat? Még szép, hogy áldozat. Minden ajándék egy kicsit áldozat is. Máskülönben hogy volna ajándék? Bocsánat. Otto. Bocsánat. Otto a nevem. Igen? Bocsánat, Otto. Mit csinál erre mi felénk? Azt hallom, csak nem régen lakik itt a környéken. Dohányzik? Egyszer a hullaházban láttam egy felboncolt hullát. Olyan emberét, aki egész életében dohányzott. Láttam a tüdejét is, azóta nem dohányzom. Értem. Hallod ezt, Alexander? Igen, tökéletesen igaza van. Igen. Még csak 2 hónapja lakom itt. Azelőtt történelmet tanítottam egy gimnáziumban. Amikor nyugdíjaztak, ide költöztem, és most itt élek. Itt sokkal kevesebb a kiadásom, és több időm marad arra, ami érdekel. A nővérem lakott itt, de már meghalt. Hallom, a postán dolgozik. Igen. Levélkihordó vagyok, de nem állandóan, csak szabad időmben. Jó napot, Maria. Mindent elvégeztem, asszonyom. Elmehetek most már. Persze, Maria. Köszönöm. Ja, megtenném még, hogy felmelegíti a tányérokat? Júlia majd elintézi a többit, jó? Igen, asszonyom. Már is felmelegítem a tányérokat. És a tányérok után? Utána elmehetek? Más nincs. Nincs, menjen csak. Itt van Júlia. Ja, de még valami. Legyen szíves, tegyen gyertyákat az asztalra. Aztán mehet. A bort kinyitotta? Nem. Hát akkor nyissa ki. Aztán elmehet. Tányérok, gyertya és bor. Szomszédok vagyunk, Mariával. Ismerem. Aha, értem. Izlandról jött ide. Néhány éve. Igen. Nagyon különös lény. Ki? Maria. Maria. Néha félek tőle. Milyen szép is lehetett, amikor az emberek még azt hitték, hogy ilyen a világ, mint ezen a térképen. Ez az Európa inkább a Marsra hasonlít. Semmi köze a valósághoz. Semmi. De akkor is éltek emberek. Méghozzá nem is olyan nagyon rosszul. Milyen évet is írunk? Mm. 1392. Jobb lesz eltenni innen ezt a térképet. Otto segítene nekem? Valahogy az az érzésem, hogy a mai térképeknek sincs sokkal több közük a valósághoz, mint ennek. Miféle valósághoz? Az emberek folyton a valóságról beszélnek. Valóság? Mi az, hogy valóság? Nincs semmiféle valóság. Nézzünk, de nem látunk semmit, mint a svábbogár. Svábbogár? Par exemple, madame, excusez-moi. A svábbogár így szaladgál a tányér körül, és azt hiszi, hogy előre felé halad. Határozott céllal. Honnan tudja, mit hisz a svábbogár, miközben a tányér körül szaladgál? Lehet, hogy számára az egy szertartás. Hát persze. Svábbogár szertartás. Az lehet. Minden lehet.
Lehet. Már csak azért sem lehet megmondani, mi az, hogy valóság. Valóság. Segíthetek? Ne, boldogulunk mi is. Oda tegyük be Ottó. Ez fantasztikus térkép. Nagyon örülök, hogy tetszik magának. Első osztályú térkép. Öcsi hol van? Nem tudod, hol van öcsi? Nem tudom. Valahol itt kell lennie. Megnézem? Ne, inkább ne. Levertnek látszott. Történt valami? Hamarosan visszajövök. Kész a vacsora. Az imént azt mondta, hogy több ideje marad arra, ami érdekli. Mi az, ami érdekli? Haj? Há? Nyugodj meg. Itt van valahol. Hát gyűjtögetek ezt-azt. Igazán? Mit ért azon, hogy ezt-azt? Hát, hogy is mondjam, csak eseményeket gyűjtök. Olyan eseményeket, amelyek ugyan megmagyarázhatatlanok, de igazak. Na persze, ahhoz, hogy be is bizonyítsam valódiságokat, nagyon sok idő kell. Sokat kell utaznom miatt, ami elég sokba kerül. Ezért hordok ki leveleket is. Hát így. Meséljen el egy ilyen történetet. Milyen kár, hogy nincs itt öcsi. Ő nagyon szereti az ilyen történeteket. Igen? Tényleg szereti? Ne haragudjon. Én még nem egészen értem. Hát, itt van például... Nem, ez nem jó. Megvan. Mit szólnak ehhez? A háború előtt történt. Königsbergben élt egy özvegyasszony a fiával. Kitört a háború, a fiút behívták. 18 éves volt. Elhatározták, hogy mielőtt bevonul, elmennek a fényképészhez, és csináltatnak egy képet magukról. Le is fényképezték őket együtt néhányszor. Aztán a fiút kivitték a frontra, és néhány nap múlva elesett. Uramisten! Az özvegy rettentő nagy szomorúságában persze teljesen megfeledkezett a megrendelt fényképekről. Persze? Hogy lehet megfeledkezni ilyen fényképekről? Az most nem érdekes. Nem. Ez most tényleg nem érdekes, viszont a tény az, hogy az özvegyasszony soha nem ment el a fényképészhez azokért a fotográfiákért. Vége lett a háborúnak, és az özvegyasszony másik városba költözött, hogy távol legyen emlékeitől. Soha meg se próbálta felkutatni azt a fényképészt? Az volt az utolsó fényképe a fiáról. Hagyjuk, hadd fejezze be a történetet. Bocsánat. Mama! Jó. Hallgatok. Ja, nem számít. Évekkel később, azt hiszem 1960-ban történt, hogy a nő elment egy fényképészhez, mert egy barátnője számára szeretett volna egy képet csináltatni magáról emlékbe. És amikor elment az elkészített fényképekért, legnagyobb döbbenetére nem csak saját magát látta azon a fotón, hanem a halott fiát is. 18 éves volt rajta, mint azon az utolsó képen. Ő pedig pont annyi, mint amikor az utóbbi kép készült róla. Tényleg így történt? Így, ahogy elmondta? Igen. Így történt. És hogy ellenőrizte? Beszéltem azzal az asszonnyal, és megvan a fénykép is. Az asszony az 1960-as önmaga, a fiún 1940-es egyenruha. Uramisten! Amellett megvan a fiú születési anyakönyvi kivonatának másolata és a haláláról szóló hivatalos értesítés is. Ugye ugrat bennünket?
Nem. Egyáltalán nem. Körülbelül 300 hasonló esete van. 284, hogy egészen pontos legyek. Egyszerűen vakok vagyunk. Nem látunk semmit. Mi volt ez? Mit gondol? Rosszul van? Nem. Semmi bajom. Biztosan egy gonosz angyal írt hozzám. Csak az lehetett. Mégiscsak tréfál maga velünk, postás úr. A tréfa az tréfa, doktor úr. Semmi okom rá, hogy tréfáljak. Melyikőtök csinálta? A lordok. Maria.
ki csinálta ezt? Öcsi. Igazán ő? Hol van egyébként? A szobájában. Azt hiszem, ott van. Jól van. De mi ez? Magának csinálta. Születésnapi ajándék. Ottóval, a levélkihordó Ottóval építették. Ne mondja meg, hogy elárultam. Ő maga akarja megmutatni. Megyek. Isten éltesse. Menjen be! Nyírkos az idő! Minden készen áll. Mi az ott? Micsoda? Az a kép. A kép a falon. Mi az? Alig lehet kivenni, hogy mi van az üveg mögött. Olyan sötét az egész. A három királyok imádása. Leonardo. Persze csak reprodukció. Uram Isten, te borzalmas! Én mindig is nagyon féltem Leonardótól. Szerveznek országszerte. Ez a hadsereg tisztjeinek a legelemibb kötelessége. Minden felelősségteljes polgártól kérjük, viselkedjen bátran. Őrizze meg hideg vérét. És segítse hadseregünket, hogy helyreállíthassuk a békét, a rendet és a fegyelmet.
egyetlen igazi ellenfelünk van most. A pánik. A pánik, ami rendkívül ragályos, és nem hallgat a józanész szavára. Rend és szervezettség. Erre van most szükség. Rend, és még egyszer rend a káosszal szemben. Honfitársak, könyörögve kérem, legyenek bátrak és higgadtak, és mindennek ellenére hallgassanak a józan eszükre. Nem eszünk? Felébresszem a gyereket? Szóljak neki? Támaszpontot, négy robbanó fejjel. Nagyon valószínű, hogy ezeket a robbanó fejeket, ha bekövetkezik a tragédia, bevetik. Mi ez? Bármelyik pillanatban megszakadhat az adás. De a lényeget sikerült elmondanom. Kedves honfitársaim! Mindenki maradjon ott, ahol van. Egész Európában nincs biztonságosabb hely, mint itt, nálunk. Ebben a tekintetben mindnyájan ugyanabban a helyzetben vagyunk. Minden körzetet ellenőrzünk. Az ellenőrzést katonai egységek látják majd el. Úgyhogy... Mi ez, csak nem... Úgyhogy... Kellene mégis csinálnunk valamit. Egész életemben ezt vártam. Egész életemben ezt vártam. Csináljon már valamit! Valaki csináljon már valamit! Maguk férfiak, miért nem csinálnak valamit? Úristen! Úristen!
hogy csináljon valami. A kisfiú alszik, nem kellene felébreszteni. Minden az én hibám. Én tettek minden. Alszik a kisfiú. Ne ébressze fel. Ez az én büntetésem! Igen! Júlia! A gyereket hozd ide! Alexander! Hát nem érted! Nem érted! Hagyd le! Júlia! Júlia, hozz ide gyorsan a táskámat! A táskámat! Nekem nem kell, semmi szükségem rá. De igen. Nagyon is szüksége van rá. És teljesen ártalmatlan. Megnyugszik tőle. Jobb lesz. Meglátja. Nem akarom, nem akarom. Alexander, adjak neked is? Ne, 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 inkább iszom. Csak ne sokat. Rosszabb lesz tőle. Otto? Ne, nem, nem. Miattam ne aggódjon. Köszönöm, nem lesz rá szükségem. Júlia? Menjünk fel a kölyökhöz.
Hát, ha felébredt. Én is felmegyek. Júlia itt marad anyával. Aludj csak. Mindjárt visszajövök. Nincs vonal. Süket a telefon. Istenem. Miért kell mindig épp az ellenkezőjét csinálnunk annak, amit akarunk? Miért mindig? Szerettem egy férfit, és egy másikhoz mentem feleség. Miért? Nem kér valamit inni? Nem. Nem. Köszönöm semmit, Otto. Nem. Azt hiszem, most már tudom. Nem akarunk függeni senkitől. Ha két ember szereti egymást, sohasem szeretnek egyformán. Az egyik mindig erősebb, a másik gyöngébb. És a gyöngébb mindig az, amelyik számítás nélkül szeret. Fenntartás nélkül. Olyan, mintha most ébrednék valamiféle álomból. Vagy egy másik életből. Mindig ellenálltam. Harcoltam. Védekeztem valami ellen. Folyton védekeztem. Mintha valaki folyton figyelmeztetett volna ide bent. Egy hang azt mondta, ne add meg magad. Ne fogadjál semmit. Semmit. Mert meghalsz. Milyen ostobák is vagyunk. Milyen ostobák. Jó van. Jó, hogy megértette. Végre. Most már vége. Hogy érzi magát? Jobban, ugye? Igen, megértettem. Bár kissé későn. Most mi csináljunk? A telefon nem működik. Elmehetnénk kocsival. Valahová éjszakra. Ott békésebb. De nem érdemes. Á, nem. Mindenütt egyforma. És senki se tudja, hogy hol a legrosszabb. Nem, nem. Itt maradunk. Na, na, na. Óvatosan, óvatosan. Nem utazunk el sehova. Itt maradunk. Viktor. Jaj, Viktor.
És most? Most megvacsorázunk. Elnézést, nekem sajnos el kell mennem. Van még néhány, amit tízni való. Te mit csinálsz, Márta? Júlia? Ébreszt fel öcsit. Különleges nap van ma. Együtt kell lennünk minnyájunknak. Kérlek, hagyd. Júlia! Nem hallod, mit mondok? Jobb nem felébreszteni. Júlia! Én nem ébresztem fel. Nem tudom felébreszteni. És nem engedem, hogy bárki más felébressze. Olyan jól alszik. Nem szabad felébreszteni. Megijedne szegény. Minden megtörténhet, ameddig alszik. Ha Isten is úgy akarja, nem is fogja tudni, hogy mi történt. Ne ijesszék meg, nagyon kérem, könyörgök. Ha mindenáron kínozni akar valakit, kínozza Alexander urat. Vagy ha más nincs, akkor engem. Ha már semmi más nincs, amiben kedvét leli. De őt nem engedem bántani. Hagyja a gyereket! Édes kislányom. Édes kislányom. Bocsáss meg. Atyánk, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Uram, ments meg bennünket ezekben a rettenetes időkben. Ne engedd, hogy meghalljanak a gyerekeim, a barátaim, a feleségem, Viktor. Senki, aki szeret téged és íz benned.
És azok se, akik nem hisznek, azért, mert vakok. És azok se, akik nem is gondolnak rád. Mert sorsuk még nem volt soha igazán nyomorúságos. Azok se, akik ebben az órában veszítették el minden reményüket ebben az életben, és a lehetőséget, hogy alávessék magukat a te akaratodnak. Azok se, akik telve vannak félelemmel, akik úgy érzik, hogy közel a vég. És azok se, akik nem magukat, hanem szeretteiket féltik. Akiknek senki rajtad kívül nem nyújthat védelmet. Mert ez a háború a legutolsó, iszonyatos háború lesz. Utána nem lesz se győztes, se legyőzet, se városok, se falvak, se fű, és nem lesz fa sem, se víz a kutakban, se madár az égen. Odaadom neked mindenemet, amin van. Kezedbe adom a családomat, akiket szeretek. Lerombolom az otthonomat. Lemondok Ölcsiről. Néma leszek. Nem szólok soha többet egy szót sem. Feladok mindent, ami ehhez az élethez köt. Csak tett, hogy minden úgy legyen megint, mint volt. Mint reggel, mint tegnap. Csak ments meg ettől rémítő halálos állati félelemtől. Igen, mindent. Uram, segíts, megteszek mindent, amit ígértem. Gyere, Viktor! Segíts!
Fiacskám! Mi történt? Bocsánat, ha felébresztettem. Aludt. De hát mi történt? Miért jött ide? Van még egy lehetőség. Lehetőség? Miféle lehetőség? Egy esély, egy remény. Miféle remény? Mi baja? Nincs semmi bajom, de Maria segíthet. Maria. Maria. Miféle Maria mit akar? Menjen oda hozzá, és beszélje rá, érti? Hová kell mennem? Kit kell meggyőznem? Na, jöjjön, ígyunk egy konyakot, attól majd biztosan jobban lesz. Már áram sincs. Mennyi ideig aludtam? Ne igyon annyit. Mindig teletölti a zuhanat. Nagyon finom konyak. Hol vannak a többiek? Alszanak? Lent vannak, az asztal körül ülnek. Nagyon szeretik magát. Miféle asztal körül? Menjen el Mariához. Most rögtön. Miféle Mariához? Nem tudna egy kicsit világosabban beszélni. Maria, tudja azt maga, hisz maguknál szolgál. Majd később elmagyarázom. Elmagyarázok mindent. Csak ne sürgessen. Kisürgeti magát. Miért szeret annyira mellé beszélni? Ott lakik, egy tanyán, a tó túlsó oldalán, a templom mögött, de az most zárva van. Kicsoda? Kicsoda? Mi az, hogy kicsoda? Én a templomról beszélek, ami zárva van. Én azt kérdem, ki lakik ott. Mit érdekel engem most, hogy a templom zárva van, vagy sem? Ki lakik ott? Hát Maria. A szolgáló lányok, fél órája róla beszélek. Na hát... Nem tudna egy kicsit ide figyelni? Nagyon fontos, tudja? Figyelek, én figyelek.
Egyébként pontosan tudom, hogy hol lakik, a feleségem megmutatta. Jaj, azt hiszem... Jó, érthető. Tökéletesen érthető. Leülök ide magam mellé. Mit is mondott arról a lányról? Ja, persze a szolgáló. Hallotta? Mit? Mi volt ez? Nem tudom. Mintha valami zene lett volna. El kell mennie Mariához. De miért? Talán nem akarja, hogy vége legyen ennek az egésznek. Minek legyen vége? Miről beszél? Az egésznek. Igen, az egésznek. Mindennek. Jó ég, Otto. Igen. Vége kell, hogy legyen. Otto. Igen. Menjen el Mariához, és háljon vele. Mit beszél? Azt mondom, menjen el, és háljon Mariával. Hájjak Mariával? Egyszerű, egyedül él. És ha maga egyre csak arra gondol közben, hogy legyen vége az egésznek, akkor vége lesz. Vége lesz. Ez őrület, Otto. Úristen, Otto. Nem ért semmit. Ez az igazság. Igen, a szent igazság. Mária különleges képességekkel rendelkezik. Vannak bizonyítékaim, hogy boszorkány. Milyen értelemben? A lehető legjobb értelemben. Megint tréfa. Ez megint valami nietzschei móka. Talán van valami más kiút? Nincs itt más lehetőség. Semmi más. Miféle lehetőség, Otto? Miről beszél? Miféle lehetőség? Na, most már mennem kell. Itt hagyom magának a kerékpáromat. Odalent van, a pajtánál. Ne autóval menjen, mert akkor meghallják. A létrát oda támasztottam az erkélyhez. Menjen el Mariához, de legyen óvatos. Két küllő ki van törve az első kerékből. Egyszer beleakadt a nadrágszáram. Majdnem beleestem a vízbe. Melyik nadrágszára? A jobb. Legyen óvatos. Megértette végre, hogy mit mondok? Hallja, mit mondok? Igen. És akkor? Nem. Ezt nem. Sokkal jobban szeretem Piero della Francescát.
jól értem, Alexander azt akarja mondani, hogy különös, ha egy ember saját, szabad akaratából műalkotássá válik. Általában a költők törekvése olyan távoli dolgokra irányul, hogy eredményéről szinte alig lehet elhinni, hogy emberi kéz alkotta őket. A színész esetében ennek épp az ellenkezője igaz. A színész önön műalkotása, önön teremtménye. Bocsássatok, még nem sokára visszajövök. Nem maradj sokáig. Mennyi gázunk van még? Mennyi maradt? Nem tudom. Meg kell néznem. Múlt héten hoztak új palackokat, nem emlékszel? Mm. Még kell lennie. Júlia, gyere ide hozzánk!
Ki az? Én. Alexander. Történt valami? Ne álljon ott. Jöjjön be. Véletlenül hallottam meg a kopogtatást. Kifogyott a petróleum a lámpából, és lejöttem megtölteni. Történt valami? Miért nem mond valamit? Talán otthon történt valami? Biztos, hogy otthon történt valami. Ugye? Magának nincs tévéje. De van egy kis tévém. De ma 11 órakor egyszerűen elhallgatott, és azóta néma. Miért? Mi történt a kezével? Elestem a biciklivel. Maga biciklivel jött ide? Igen. És elestem. Jöjjön. Nem járkálhat így ilyen piszkos késsel.
Köszönöm. Szívesen. Gyermekkoromban játszottam ezt. Anyám nagyon szerette. Régen, még mielőtt megházasodtam, gyakran meglátogattam anyámat. Vidéken. Rég volt, amikor még élt. Volt egy kis háza, egy kis kunyhó, egy kert közepén, egy kis gyümölcsös kert közepén. Szörnyen elhanyagolt volt, benőtte a gaz. Senki se gondozta évek óta. És... azt hiszem, nem is járt benne senki. Anyám akkor már nagy beteg volt. Szinte ki se lépett a házból. Mégis abban a gazos kertben volt valami sajátos szépsége. Valami megindító. Amikor szép idő volt, anyám gyakran az ablaknál ült, és a kertet nézte öreg foteljéből, ami mindig az ablaknál állt. Egyszer elhatároztam, hogy rendet csinálok nála. A kertben. Lenyírom a füvet, elégetem a gazt, megmetszem a fákat. Arra vágytam, hogy teremtsek valamit az én ízlésem szerint. Saját kezemmel. Azért, hogy anyám kedvére tegyek. 2 héten át egyfolytában dolgoztam a metszőollóval, ástam, metszettem, kaszáltam, gazoltam. Az orrom szó szerint örökké a földben volt. Nagyon igyekeztem, hogy minél előbb elkészüljek. Anyám egyre rosszabbul lett. Ki sem kelt az ágyból. Azt szerettem volna, ha újra odaül az ablakhoz, hogy lássa, lássa megújult kertjét. Egy szóval, amikor mindennel elkészültem, akkor megfürödtem,
Tiszta fehér neműt vettem, tiszta ruhát, meg nyakkendőt is. Odaültem anyám székébe, hogy megnézzem a munkám eredményét, mintha az ő szemével nézném. És... Szóval leültem, és kinéztem az ablakon. És... Mert előre örültem, mennyire tetszik majd neki. És ahogy kinéztem az ablakon, mit láttam? Mit láttam? Hová lett a kert szépsége? Ocsmáj lett minden. Kimondottan undorító volt. Az erőszak nyoma látszott mindenen. Emlékszem, egyszer, amikor a húgom kislány volt még, elment a fodrászhoz, hogy divatosan rövidre vágassa a haját. Hihetetlenül szép haja volt, aranyszőke, mint Lady Godiváé. És rettentő boldog volt, amikor hazajött. Apám meglátta, sírva fakadt. Azt hiszem, ugyanaz történt a kerttel. És az édesanyja? Három óra. Nem lesz időnk. Az édesanyja látta a kertet. Maria, ne haragudjon, hogy így magára törtem, bizonyára zavarom. Aludnia kéne. Mit akar mondani? Mit akar mondani? Tudna szeretni engem, Maria. Miket beszél? Könyörgök szeressen. Mentsen meg. Mentsen meg mindnyájunkat. Tudom, kicsoda maga, ismerem. Kérem. Kérem. Mentsen meg. Nem értem, miről beszél. Menjen. Menjen haza. Akarja, hogy haza kísérjem. Nekem is van biciklim. Szegény ember. Ne, nem szabad. Szegény ember, ne félj. Nyugodjon még. Kihasználják. Én megértem. Megértem. Tudom, ott van történt valami. A felesége gonosz. Ismerem. Biztosan ő bántotta. Megijesztett. Ne félj semmitől.
Nincs mitől félni. Minden rendben van. Minden rendben van. Szegényke. Szegényke. Minden jó lesz. Nincs mitől félni. Ne félj. Ne félj. Minden rendben lesz. Semmi rossz nem fog történni. Ne sírj, ne sírj. Minden rendben. Szeress. Szegényki, mi történt veled? Mama!
Halló, Martin? Igen, te vagy az Alexander? Igen, persze én vagyok. Olyan furcsa volt a hangod. És most már jobb? Igen, jobb. Ben van a főszerkesztő? Igen, de azt hiszem, hogy most nem ér rá. Nem tudod elképzelni, hogy mi van itt. Várj csak, úgy látom, a jövő hétre beszéltétek meg. Nem érdekesek, néhány apróságot akartam, nem számít semmi komoly. Majd jelentkezem. Rendben, akkor viszontlátásra, és addig is gratulálok. Mi ez? Ja? Mama! Hallottad, hogy Viktor el akar menni Ausztráliába? Micsoda? Ausztráliába? Igen, és nem is jön vissza. Felajánlottak neki egy klinikát. Tegnap este mondta. Igaz, Viktor? Mit nevetsz? Nem nevetek. Mikor határozta el? Ausztráliába. Teljesen megőrült. Nem is tudom, miért döntöttem így. Nem tudom. Nem is érdekes. Fáradt vagyok, ennyi az egész. De mi lesz velünk? És Alexanderrel? Az az igazság, hogy leginkább maguk fárasztanak. Belefáradtam, hogy a dajkájuk legyek. Száraz dajkájuk és ápolójuk. Hogy megtörüljem az orrukat. Viktor! Sajnálom. De miket beszél? Rágyújthatok? Márta, menj innen, menj! Menj, menj már! Ugyan, anya, nem vagyok már gyerek. Hívd apát reggelizni, már 9 óra. De mama... Ennyit se tudsz megtenni. Jó, jó. Megyek. Nézze meg az ember, hallatlan. Úgy sem engedem elmenni, Viktor. Nem tudom, anya mit akar mondani, de én biztos, hogy nem engedem el.
Valami nem stimmel. És nekem elegem lett belőle. Elfeledkezhet rólam. Mártáról és öcsiről is. De Alexander a barátja. És az is marad örökre. Szüksége van magára. Majd a felesége gondoskodik róla. Legalábbis az lenne a dolga. Itt a családja, gyönyörű háza. A fia, akit imád. Csodálatos. Julia! Hozza le, legyen szíves az asszony a kabátját. Fázik? Micsoda gondoskodás. Kisfiam. Kisfiam, hol vagy? Nézzétek, a papa levelet írt nekünk. Olvasd el. Kedveseim, rosszul aludtam az éjjel, ne költsetek fel. Menjetek sétálni. Öcsi majd megmutatja nektek a japán fát, amit tegnap ültettünk. Vagy ma volt? Nem emlékszem, de nem is érdekes. Csókollak mindnyájatokat. Bevettem a tablettáimat. Bocsássatok meg most és ezután is. 1985. június 19. 10 óra 7 perc. Papa. Ne menjünk sétálni, mielőtt teljesen beborul. Bocsássatok meg most és ezután is. Mit akart ezzel? Mi az, hogy ezután is? És miért írta oda a pontos időt? Mama, tudod milyen? Tudod milyen? Én azt hiszem, hogy bennünk együttvéve nincs annyi jóság, mint amennyi benne van. A legkedvesebb ember, akit ismerek. Tudod milyen? Mi rosszat mondtam? Vajon van benned elég kedvesség az ő számára? Hm? Jó, jó, Viktor, de miért olyan gyerekes? Mi van, ha én is gyerek akarok lenni? Mindnyájan akarunk valamit. Én például Ausztráliába akarok menni. Most össze kellene gyűjteni a hamut, beletenni egy pohárba, bort tölteni rá. És meginni. Minek? Nem tudom. Valakitől hallottam. Akkor egész életedben emlékezni fognak rád. Na. Akkor menjünk. Nyúlja, gyere te is. Hozd le öcsit. Indulunk. Nem régen álmodtam valamit. Koldultam az utcán. Amikor felébredtem, sírtam. Öcsi nincs itthon. Előre ment. Azt hiszem, tudom hova. A japán fához. Bolondulnak Japánért, mind a ketten. Miért pont Japánért? Az egyik Ausztráliáért bolondul, a másik Japánért. Érted? Ma reggel meg direkt bekapcsoltam neki a japán zenét. De egyáltalán nem örült neki. Kikapcsolta. A múltkor azt mondta, hogy ő meg öcsi japánok voltak előző életükben. Bárcsak megmondaná neki valaki, mit csináljon ebben az életében. Lehetséges, hogy erős belső szükséglete ez a dolog. Talán így könnyebb elviselnie az életet. Én miért nem találok magamnak valamit, ami megkönnyíteni az életet? Nem talál. Ha? Nekem az volt az érzésem, hogy maga is kitalál mindenfélét ugyan e cél. Olyat azért nem találnék ki, hogy elutazom Ausztráliába. Mi ez már megint hülyeség? Ausztrália, őrület! Ja.
értem. Hova lett? Hova tettem? Én tettem, hallgass meg, Viktor, ez nagyon fontos. De... Jaj, Istenem! Nem mond semmit, ne kérdezz semmit. Alexander!
Alexander! Alexander, gyere! Keresz. Jó. Adják! Mit csinálnak vele? Ne érjem hozzá! Látása, Alexander.
kertben vala az ige. Miért, papa? Ezt a filmet Andriusa fiamnak ajánlom, reménnyel és bizalommal. Andrej Tarkovszky.